Üdvözlök mindenkit, Márkókrém vagyok! Srácok, jönnek is Apex Legends. Valaki kérte volt még régen, hogy csinálja karakter történet bemutatót, bár lehet, hogy csak karakter bemutatót mondott. A lényeg az, hogy most fogunk beszélgetni a karakterek háttértörtörtörtől, lore történetől, ki miért csatlakozott az Apex Legendshez. Ugyanis mostanra már tudjátok, hogy egy-egy bizárdos csóka áll a karakterek mögött és a dizájnja mögött, és ezzel együtt ugye maga után vont egy történetet is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ugye az Overwatch karaktereknek tök jó története van, és ez, mint kiderült ugye az Apex Legends karaktereinek is egy egész jó története van, ami nem is lenne rossz, hogyha később tovább bővülne, és sokkal többet tudnánk meg, valahogy úgy, mint ahogy az Overwatchban. Na most ennek a videónak a tápanyaga, az egy Curse Entertainment nevű srácra van uh, Youtube-on, van egy csatornája, ő csinálta meg ezt a videót, és ez a videó annak a videónak a lefordítása, hogy megmaradjon ez a magyar Apex Legendeknek. Uh, úgyhogy nem is nagyon húznám tovább az időt, élvezétek a műsort, ja, jöjjenek a karakterek! Most a történet onnan indul, hogy ugye véget ért a háború, a Titanfall 2-es Frontier háború véget ért, ugyanakkor egy jó néhány bolygó érintetlennek maradt meg, és ezek, ezek, a bolygók tulajdonképpen aféle paradicsommá váltak, amíg nagyon sok fajta embert vonzott oda, többek között ugye törvényen kívüléket és szerencse és ebből adódóan ezeken a bolygókon folyamatos harc alakult ki az erőjér és a befolyásért, és ennek következményeképpen született meg az Apex Legends. Eleinte csak helyileg mentek a harcok, de egyre több nézőt és egyre több hírnevet szerzett magának a játék, és egyre több játékos is kezdett el csatlakozni. Ez a játékok egyesek csak pénzér és hírnevér, mások mert úgy gondolják, hogy bármiféle igazságot kideríthetnek önmagukról, vagy saját múltjukról, ezért csatlakoztak a játékhoz. Úgyhogy most szépen vegyük sorba a karaktereket, és az első karakter, akivel foglalkozunk, az vrejt lesz, és Vraitnek az érdekessége az az, hogy nem tudjuk a korát, nem tudjuk, hogy melyik bolygóról származik, tehát teljesen ismeretlen eredete van. Egy napon úgy ébredt fel, hogy egy elmegyógyintézetben volt, és hangokat hallott a fejében, ami majdnem az őrületben kergette, de végül elkezdett ezekre a hangokra hallgatni, és ezek a hangok segítették őt az erejéhez, a Void manipulálás erejéhez, és segítették, hogy megértsék, és ugye figyelmezteti, hogyha bármiféle ö, veszély van. Azért csatlakozott az Apex Legend játéka, mert úgy gondolja, hogy akármi van azon az arénán belül, ugyanis az Apex Legends arénája egy védett terület, egy adott bolygón belül, de vrét úgy gondolja, hogy van valami azon az arénán belül, egy épület, egy valahol, ahol ő megtalálhatja saját múltjára való ö, igazságot. Elliott Tweet, a.k.a. Mirage, ő a negyedik szülött volt egy családban, és negyedik szülött lévén ugye egy legelkényeztetettebb volt. Az ő motiváció arra, hogy az Apex Legendet et uh, joinolt, az tulajdonképpen semmi extra, csak a hírnév és a pénz. Na de mielőtt oda joinolt volna az Apex -le Legendhez, annyit kell tudni róla, hogy az ő édesanyja volt az, aki feltalálta a hologram technológiát a Titanfall-ban, a harcoknak a pilót és Eliott tulajdonképpen, vagyis Mirázs hihetetlenül le volt nyűgözve ettől a technológiától, és fiatal korában uh, konkrétan arra áldozta az idejét, uh, hogy az édesanyjával dolgozzon, miközben egy felszolgálóként, kiszolgálóként dolgozott egy bárban. Amit még érdemes tudni róla, hogy a testvérei eltűntek uh, ebben a Frontier háborúban, és ugye ezután történt az, hogy elkezdett az édesanyjával dolgozni. Uh, ezen a, ezen a hologram dolgon, és ugye bár, mikor bartender volt, kiszolgáló volt, akkor hallott az Apex Legends játékokról, és úgy döntött, hogy csatlakozik. Ugyanakkor, félelme az volt, hogy azáltal, hogy ő is ott meghalhat, az édesanyja végül gyerek nélkül maradhat, ám de az anyja egy napon megajándékozta egy ilyen kifejlesztett hologram technológiával, és azt mondta neki, hogy fia, menj, kövesd az álmaidat, ezáltal végül Eliatt ugye az egyik leghíresebb Apex Legends játékos lett, és az egyik legkedveltebb is a személyiség és a karizmája miatt. Következő karakter a Pathfinder lenne, aki egy mobile robotic versatile entity, Marvin. Ez a kategóriája ennek a robotnak, nos ő tulajdonképpen úgy került ebbe az egészbe, hogy nem tud hogy kikészítette őt. Egy mesterséges intelligenciáról beszélünk, aki öntudatra ébredt, és uh, keresi a készítőjét, és uh, év, évek alatt bejárt, rengeteg helyet csinált, rengeteg dolgot, de nem került közelebb az igazsághoz, hogy ki az alkotója és hogy miért alkotta uh, meg. Ezért ő úgy döntött végül, hogy uh, csatlakozik az Apex Legendshez, hogy hírnevet szerezzen magának, ezáltal, hát, hogyha felkelti a Érdeklődés, illetve figyelmét a készítőjének, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi az igazság ő róla. Bloodhound, ugye ő egy vadász, és állítólag ő az egyik legjobb vadász, akit valaha láttak ugyanakkor nagyon titokzatos személyisége ködbe burkolózik, senki nem tud róla semmit, rengeteg pletyka járja körbe, hogy valójában egy milliómos, hogy valójában csak egy vérszomjas gyilkos, hogy valójában egy rabszolga volt, valójában az a maszk alatt, semmi más nincs, csak egy eltorzult test, rengeteg ilyen pletyka van e, körülötte, senki nem igazán tud róla semmit, annyira titokzatos a múltja van. Ami a képességeit illeti, Bloodhound azt gondolja, hogy ezeket a kép képességeket az Istenektől kapta, és ezzel segíti, ezen képességekkel segíti át az ellenségeit a halálba, és hát a prédáját a halálba, és amíg az Istenek magukhoz nem szólítják, addig sima ember őt nem állíthatja meg. Anita Williams, vagyis a Bangalore, ő egy katona volt, aki harcolt a Titanfallban lévő frontier háborúban, és egy, egy, napon ugye a testvérével járőröztek, és rajtuk ütött a milisa hadsereg, hadsereg, különvált a testvérétől, és ott ragadt tulajdonképpen ezen a bolygón. Na most mit nem ad a szerencse, ugye joinolt, vagy csatlakozott az Apex Legends játékokhoz, ahol tudott annyi pénzt gyűjteni, ahhoz, hogy vissza utazzon az MCU bázisra és reményei szerint újra össze tudjon találkozni a megmaradt családjával, ha megmaradt valaki a családjáról, mert nem tudott semmit. És ugye tulajdonképpen, ami őt egy halálos harcosá teszi, azok a képesség és az extra training, amit szerzett katonaként, és ezzel vitte sikerre a játékokat. Következő karakter Lifeline lenne. Lifeline normális esetben nem fogod megtalálni, nem fogsz találni egy ilyen embert, mint ő egy Apex legends játékban. Ugyanis Lifeline egy nagyon gazdag családba született, akik fegyverkereskedéssel foglalkoztak a háború alatt. És mikor Lifeline felnőtt is látta, hogy a családja micsoda, kárt okozott azzal, hogy fegyverekkel kereskedett a háború uh, alatt, ő úgy döntött, hogy elmegy otthonról és csatlakozik egy Frontier Corps nevű, uh, hogy is mondjam, ilyen segít, egylethez, ami kiárt ugye a háború, e, sújtotta övezetre, és segítették az embereket, gyógyították az embereket. Ugyanakkor kezdett elfogyni a pénze ennek a szervezetnek, és leflen úgy döntött, hogy az Apex Legends játékokba e, csatlakozik, hogy több pénzt gyűjtsön, miközben ugye próbálja azt mondani magának, hogy nem baj, hogy ezt csinálja, de nem feltétlenül ez a kedvenc, és ő arra fókuszál, ugye, hogy gyógyítsa a társait és segítsen nekik erre a kis apró dologra, né, némi megjegyzést tőlem, személyes megjegyzés. Azt hiszem, senki olyan nem csatlakozik az Apex Legends játékokhoz, aki valójában nem szereti ezt a sportot. Szóval a Lifeline úgy döntött, hogy az Apex Legend bár könnyű pénzkeresési lehetőség, van egy olyan érzésem, hogy mégis azért választotta, mert valahol élvezi azt a kihívást, ami, amit ez a játék tud nyújtani, vagy vérfürdőt, vagy hát hívjátok, ahogy szeretnétek. A következő karakter, Giblartár, nos, az ő szülei a mentő egységekhez tartoztak, hogy ők megkeresték az elveszett embereket, és kimentették őket, és ő gyerekkorában is ez motiválta végül, hogy ő is egy mentő legyen. Konkrétan inkább az, hogy egyszer egy barátjával ellopták az édesapjuknak a motorkerékpárját, balesetet szenvedtek, és ott ragadtak. A szüleinek sikerült megmenteni őt, de ebben az egész folyamatban az édesapja elvesztette a karját, és efféle hálaként, hogy az apja ekkora áldozatot hozott érte, ő is beállt egy ilyen mentő egységbe, és azóta is segíti az embereket. Az ok, amiért csatlakozott az Apex Legends játékokhoz pedig az volt, hogy rengeteg barátja ment el oda játszani, ugye pénzért, vagy hírnévér, és rengeteg barátja nem tért vissza. És az ő motiváció az volt, hogyha már a barátai ott vannak, akkor ő is e, csatlakozik, hogy megvédhesse őket. És az Apex Legends játékok voltak az első olyan hely, ahol a mentői, e, hogy is mondjam, képesítését felhasználhatta, illetve kihasználhatta, és ezt keverhette az ő kis lázadó természetével, ugye utalva arra, hogy valamikor ugye ellopták az édesapja nek a motor kerékpárját, és ő így került bele az Apex Legends játékokba. A következő karakter Kostik, eredeti nevén Alexander Knox. Na most ő a Frontier-en dolgozott egy kemikáliákat, konkrétan rovar Írtókat gyártó cégnek, illetve hát hogy is mondjam, élősködőket írtó cégnek. Tehát gázokat fejlesztett, az a lényeg. És jó volt az üzlet, viszont az igény egyre erősebb és erősebb gázokért uh, egyre nagyobb volt, és ő, mint tudós, ki is fejlesztette ezeket a gázokat, ugyanakkor kellett neki valami több, mint egy kísérleti patkány arra, hogy tesztelje a gázokat. És az ő motiváció azért, hogy joinolt az Apex Legends játékokba, azért, hogy tesztelje ezeket a gázokat az embereken konkrétan, ugye? És bár sokan ugye szörnyűködnének ezen tettettől, de ő látta, látja a szépséget abban, amit csinált, és abban az erőben, hogy bármit, amit elérnek ezek a gázok, elpusztítják azt, ami az útjuk, útjukban van. Nos, hogy ez kiderült róla, hogy ő ezért csatlakozott az Apex Legends-be, ezért a cég, ahol dolgozott, ugye kérdőre vonta, vonta őt. Na most, hogy ez kiderült, véletlenül ez a cég kigyulladt és hamuvá égett benne mindenkivel, és azóta felvette az álnevet Kostik, és ugye tovább folytatta a karrierjét az Apex Legends-ben. Ez lett volna a története az Apex Legends-eknek, röviden az összes karakternek. Srácok! melyik a te kedvenced, melyikkel szeretsz játszani. Most van nézek a Youtube-on ilyen funny összefoglalókat, és ezt köszönöm, mindegyik karakternek nagyon jó kis ilyen képességé van, és nagyon jó megoldások születnek játékosoktól. Mi a te legjobb megoldásod? Ez lenne a kérdés. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel Nem mondom, hogy sok Apex Legends videó lesz, de egy-kettő időről időre napvilágot fog látni, mert élvezem a játékot, én is játszom vele, és igyekszem találni valami témet. Témát. Ezen kívül igen, lehetne sokat dumálni erről a játékról, de nem vagyok Battle Royale Pro, csak úgy élvezem az egészet. Nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!